Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Opera nagykövet tartott előadást a diákoknak. Február hónap műtárgya egy itáliai eredetű bronzserpenyő. Kubai estet tartottak Pakson. Megnyílt a Tolna megyei téli tárlat. A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott előadásokat Szekszárdon a Garai János Gimnáziumban és Általános Iskolában Kéfert György klarinét művész opera nagykövet. A 2013-ban indult kezdeményezés legfőbb célja, hogy a mostani fiatalokból opera és zeneszerető generáció váljon. A diákok a magyar klasszikus zene történetét ismerhették meg. Ugye szépen kis évet van írva, és innentől kezdve klasszikus zene lesz. Opera nagykövet népszerűsítette a magyar klasszikus zenét a Garai János Általános Iskolában Szekszárdon. Kéfer György klarinét művész, a Magyar Állami Operaház tagja, a 8. osztályos tanulóknak tartott előadást két turnusban. Nagyon tetszett, sok új dolgot hallottam belőle, például új zeneszerzőket, új helyeket, hogy mekkora egy operaház, mikor épült a Magyar Operaház, miért jobb, mint a bécsi. Zenész vagyok. Így szerintem nekem ez fontos volt, ugye egy klarinét művész úrral tartott nekünk előadást, és így számomra ez ilyen szakmai kapcsolat is volt. Az opera nagykövet elmondta, a 2013-ban indult program célja, hogy az ország minden tájára eljusson a magyar klasszikus zene ismerete, és hogy a mostani fiatalokból opera és zene szerető generáció váljon, valamint hogy minél többen látogassanak el egy-egy opera vagy zenés színházi előadásra. Esztétikus, művészi, zenei lehetőségeket a kortól függetlenül meg kell ismerni, és most a mai világban nagyon sok hatás és modern dolog éri őket, de a személyes varázs az, hogy eljönni egy színházba, és ott átélni nem csak különböző informatikai eszközökön keresztül ezeket az előadásokat, az hát sokkal többet mond, mint akár egy sportesemény, vagy bármi olyan, ami mulandó, ez pedig egy örök élmény tud lenni. Miután Magyar Kultúra Napjához kapcsolódunk, itt a magyar operajátszás és a magyar klasszikus zene története, ami különbözik sajnos sokban az európaitól, mert Magyarország történelmi lehetőségeiből fakadóan ugye kicsit később jutott el a polgárosodásnak arra a szintjére, hogy egyáltalán itt komoly zene, opera létrejöhessen. Úgyhogy Mozart az még nem játszik itt a mi időszakunkban, de megpróbálom nekik megmutatni, hogy Erkel Ferenc meg Verdi nagyjából azonos korban és azonos szinten működtek és írták a zeneműveiket. Csak Erkel az a miénk, és hát a magyar zene és a magyar lehetőségek, a Eszterházy herceg udvara, ahol ugye már hány komoly zenét adott elő, illetve eljutunk egészen Kodályig vagy Bartókig, akik pedig a magyar népzenét ültették bele a magyar klasszikus zenébe. A kezdeményezéshez a Garai János Gimnázium az elsők között csatlakozott Naszladi Judit segédletével. Ennek a programnak a keretében, amelynek az a címe, hogy Operaház nagykövetei program, kérhetjük az operaház művészeit, klarinét művészét, hegedűsét, táncpedagógusát, akik helyszínen bemutatják a gyerekeknek egyrészt az intézményt, közelebb hozzák a kultúrát. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a jövő közönségét szeretnénk megszólítani, és ezt a műfajt népszerűsíteni. Kéfer György klarinét művész egyik visszajáró vendége az előadásoknak, hiszen 2015-ben volt egy olyan országos műveltségi verseny, ahol a garaista diákok harmadik helyezést értek el, és ő fölajánlott, hogy nagyon
szívesen eljön a Szekszárdi Gara János gimnáziumban előadást tartani ilyen képességű diákoknak. De volt közte operaénekes is, Temesi Mária professzorasszony személyében, balettművész is ellátogatott az intézménybe, és mivel ebben az iskolában is tanítok, ezért adódott a lehetőség, hogy akkor ezeket a gyerekeket is ismertessük meg ezzel a lehetőséggel, és éljünk ezzel a kiváló programmal. És én úgy gondoltam, hogy azok, akik ennek az intézménynek a végzősei, ne menjenek el úgy, ne ballagjanak el, hogy egy ilyen előadásnak nem lesznek részesei. A kultúrát örökölni kell, és azt át is kell adni, de azokhoz élmények kellenek, és nem mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy az újonnan átadásra kerülő Magyar Állami Operaházba eljuthasson, és nagyon sok gyerek a kultúrát ezen keresztül éli meg, vagy ezen keresztül láthatja meg. A 2013-14-es tanévtől kezdve 7000 előadást tartottak az opera nagykövetei közel 220 településen, határon innen és túl. A Vasinszky-Mór Megyei Múzeum közösségi régészeti programjában résztvevő Faddi múzeumbarát fémkeresők, Borda Attila és Borda Bálint találtak egy serpenyőt tartalmazó leletegyüttest. Ez az itáliai eredetű bronzserpenyő a februári hónap műtárgya. Hát egy kicsit messzibbről indítanám, ugyanis a múzeumunknak van egy közösségi régészetes programja, amelynek lényege az részben, hogy civilek segítenek nekünk a régészeti felderítésben, amelynek egyik része a leletfelderítés műszeres módon, tehát fémkereső műszerrel, és ennek keretében 2021. januárjában találta egy faddi kereső páros, apa és fia, Borda Attila és Borda Bálint ezt a leletet, a lelet együttest, igazából melynek része ez a serpeny, ami a hónap műtárgya februárban. Igazából ez egy, úgy néz ki, hogy egy kelta sírnak a maradványa, amelyben a serpenyőn kívül volt egy vödör, egy bronz vödör, annak a töredéket eléggé rossz állapotban, illetve vas pajzsdudor, egy umbó, illetve ennek a pajzsnak még néhány vas alatta díszítése, valamint egy kard, hüvely, töredékes állapotban, és bizonyára azok a vas töredék, amik még származnak ebből, azok egy vas lándzsa hegynek a darabjai. Ugyanis ez egy hamvasztásos sír lehetett, tehát ezek a mágiára kerültek, és ezért semmisültek meg. A viszonylag kis átmérőjű, ovális alaprajzú gödörben legfelül egy kiukadt, horpat vasfüllel ellátott bronzvödör volt. Ez alól került elő a szinte kettéhajtott serpenyő. A leletek tisztítása során derült ki, hogy a vödörben további vasdarabok voltak. A hasonló jellegű régészeti objektumok alapján a feltárt jelenség a késő vaskori keltákhoz köthető úgynevezett latén kultúra hamvasztásos sírjaira emlékeztet. Még annak ellenére is, hogy emberi hamvak egyáltalán nem kerültek elő. Együtt ezek a konyhai eszközök, mint ez a serpenyő, a bronzvödör, a fegyverekkel, ez is mutatja azt, hogy valószínűleg ez egy harcosnak a sírja lehetett. Vannak erre párhuzamok egyébként, hogy máshol is előkerült ez a ilyen lelet együttes, hogy a serpenyő karddal például Véménden, ami ugye nincs tőlünk nagyon messzire, ugyanakkor ebben a sírban nem találtunk hamvokat, tehát ez esetleg azt is jelentheti, hogy ez egy jelképes sír, tehát maga a halott nem itt fekszik, hanem máshol, viszont a tárgyait itt temették el abban a közösségben, ahol ő élt. A leletek közül a legérdekesebb darab az itt bemutatott konyhai eszköz. Ez a széles, lapos testű serpenyő, amely hosszú nyelének a közepén egy éles gerinc fut, a szélein pedig a testen is megfigyelhető vastagabb perem található. A peremet a nyéltőnél úgynevezett fenyőgaj mintával díszítették. A nyél végén lévő jellegzetes visszahajló hattyúfej akasztóként is funkcionált. Az öntéssel, majd a serpenyő rész öblössé való kikalapálásával készült tárgy a látható állapotban került a földbe. Nyelét elhajlították, teste is torzult és kiukadt. A kelták igazából hát eredetileg nem is északi népcsoport, hanem
A mai Németország, Franciaország, Észak-Franciaország területén volt az őshazájuk, Gallia, és onnan egy túlnépesedés miatt szóródtak szét, illetve vándoroltak szét Európa szerte. Valamikor a Krisztus előtti 4.-5. században indult ez a szétvándorlás, amelyben eljutottak esetleg északabbra, tehát a mai Brit-szigetekre, és ott ugye az írek, Velszieknek az elődeivé váltak, vagy hát belőlük alakult ki ez a népcsoport, illetve eljutottak még a Balkánra is rablóhadjárat keretében, de letelepedni itt a Kárpát-medencében elég nagy számban telepedtek le, illetve prosperáló birodalmat. Hát birodalmat nem is, meg saját országot nem, de egy bizonyos életformát kialakítva benépesítették a Kárpát-medencét. Valamikor a Krisztus előtt a 4. századtól teljesen a rómaiak érkezéséig itt éltek, illetve hát utána is természetesen csak a római birodalom úgymond beolvadtak, romanizálódtak. Tehát máig megmaradtak a nyomaik valahol. Az itáliai eredetű serpenyőnk is bizonyítja mindezt, mert legalább egy évszázaddal korábban került a Dunántúlra, mint ahogy azt a római birodalom megszállta volna. A párhuzamok alapján a feltárt objektumban talált másik bronzedény is, az úgynevezett Bargfeldi típusú vödör is Itáliában, a Aquileia térségében készült. Sajnos a pandémia miatt egy kicsit döcögősen sikerült elkészítenünk azt a kiállítást, ami ugye most nyílt január 27-én. A közösségi régészet eredményeit mutatja be itt Tolna megyében az elmúlt 10-15 év szebb leleteit, illetve projektjeit állítottuk ki. A közösségi régészetnek igen egyre nagyobb a szerepe. Ez nem, persze nem újdonság, mert mindig is voltak olyan civilek, akik segítették a múzeum munkáját. Most viszont ez a 21 néhány közösségi régészetben fémkeresővel minket segítő civil, hobbi fémkereső és hobbi régész, akárhogy is mondhatjuk, mindenféle lebecsülő megfogalmazás nélkül. Ezek az emberek nagyon sokban segítették a mi munkánkat, és hihetetlen mennyiségű leletanyagot hoznak a múzeumba, amit persze nem olyan egyszerű, tehát hogy csak most felszedem és behozom, hanem ezt nekik dokumentálni kell, GPS koordinátával látják el, tehát nekünk így fontos, illetve mint itt ez a lelet is mutatja, azért nem ásatnak ki bármit, mert itt a Borda Attila és Borda Bálint is, amikor megtalálták az első edényt ebből a lelet együttesben, ez a vödör volt, akkor azonnal szóltak nekem, és akkor így már szakszerű feltárással lett ez a lelet együttes is kiásva. Tehát a múzeumbarát fémkeresősök, akik tényleg komolyan gondolják azt, hogy együttműködnek a múzeummal, ők ezt szinte szakszerűen végzik, és ami a régészek irányításával, és hát egy azon túl, hogy egy ilyen win-win szituáció alakul ki, mert ők a hobbiuknak élhetnek, mi pedig egy csomó lehetet találunk. Jó baráti kapcsolatok is szövődnek ezekkel az emberekkel, akik ezután nem feltétlenül csak a fémkeresésben vesznek részt, hanem mondjuk esetleg ásatásokon segítenek, lapátolnak, segítenek a leletek megtisztításában, esetleg a leltározásában, meghatározásában, tehát egy csomó olyan dologban vesznek részt, ami túlmutat magán a fémkeresőzésen. Buda Réka, a PTE Nemzetközi Igazgatóságának munkatársa 2020. januárjában két hetet töltött Kubában. Élete legnagyobb álma vált valóra, amikor eljutott a Karibi-szigetországba, melyet több ezer fotóval meg is örökített. Ebből néhány száz most kiállításra került Pakson, a Csengei Dénes Kulturális Központban. A megnyitón élménybeszámolót is hallhattak az érdeklődők diavetítés kíséretében. A beszámolót a 15 éve működő szekszárdi Dolce Dance tánciskola vezetőinek az irányításával táncbemutató és táncház követte. Szeretném önöknek egy kicsit bemutatni Buda Rékát. Ő a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán dolgozik immáron 7 éve, de az utazás iránti szeretete az már jóval korábban kezdődött. 4 kontinens 26 országában járt már fiatal kora ellenére. A bemutatást követő élménybeszámolóban Buda Réka megidézte a kubai hétköznapok egyedülálló, magával ragadó hangulatát. A fiatal kiállító több ezer képet készített kubai látogatása alkalmával, melyből néhány százat hozott el a paksi tárlatra.
Kubában egyszerre három hobbimnek tudtam hódolni. Gyerekkorom óta imádok táncolni, nagyon szeretek fotózni, és imádok utazni. Úgyhogy ez egy igazi fotós, táncos paradicsom volt. Tényleg egy életre szóló élmény, és egy valóra vált álom. Rengeteg kép készült, talán ilyen 2-3 ezer képet is készítettem a 2 hónap alatt, és amikor beütött a járványhelyzet, akkor úgy gondoltam, hogy egy kicsit gondolatban szeretnék innen kiszakadni, és azért elővettem a képeimet, kiválogattam a 300 számomra a legkedvesebbet, és csináltam magamnak egy fotóalbumot. Ezt nézegettem, és ezzel próbáltam magam vigasztalni, hogy jó, most be vagyok zárva, de egyébként meg milyen szerencsés vagyok, hogy 2020. januárjában 2 hetet töltöttem ebben az országban. Nyilván régi nagy vágyam volt, hogy fú, majd egyszer egy fotókiállításom is legyen, és olyan nagy szerencsém volt, hogy a munkahelyem, a Pécsi Tudományegyetem felkarolta ezt az ötletet, és a Nemzetközi Ősz programsorozatban tavaly októberében megvalósult az első fotókiállításom és az első Kubaest program, amit most el tudtunk hozni ide Paksra is. Havana és Trinidad utcáin sétáltunk, és szerettem volna azokat a pillanatokat megörökíteni, amiket ott az utcaképben láttunk, így főként az embereket, az épületeket és az autókat örökítettem meg. Ezek voltak a kedvenc fotós témáim. Volt egy pakancslistám, mielőtt elindultunk. Szerettem volna egy retro autóval körbeutazni Havannát. Szerettem volna az utcán táncolni, a tengerparton táncolni, naplementében táncolni, illetve egy helyivel táncolni, és azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert mindegyiket sikerült valóra váltanom. Ez most a második fotókiállításom, az első kiállításomnak Pécs adott helyszínt, és nagyon örülök, hogy most itt második állomásként a kubai képeimet Pakson is kiállíthatom. A tánc az központi szerepet tölt be Budaréka életében. Egészen pici voltam, amikor elkezdtem táncolni. A szüleim még ma is emlegetik, amikor a kis lambadás szoknyámban billegtem a tükör előtt. Egészen konkrét elképzeléseim voltak arról, hogy táncos nő szeretnék lenni, és hogy engem vigyenek el valamilyen táncos csoportba. Úgyhogy így kerültem végül egy szexárdi dance aerobic csoporthoz, ahol 11 évig táncoltam. A közösség maga, a tánc az nagyon fontos szerepet töltött be az életem. Fellépésekre jártunk, illetve több versenyen is részt vettünk. Aztán elkerültem az egyetemre, Pécsre, és ott kezdtem el zumbázni. Aztán én magam is zumba oktató lettem, és aztán pedig a latin tánc vonalon tovább haladva elkezdtem kubai szalsza órákra járni, és aztán pedig szenzuál táncokat, kizombát és bachatát is elkezdtem táncolni. Karibi hangulatot varázsolt a csengeibe a szalsza, hisz a tánc sem maradhatott el a kubai esten. A Dolce Dance nemzetközi tánciskola hálózat Szekszárdi és Paksi iskolájának vezetője tartott szalsza bemutatót, melybe bevonták a paksi tanítványokat is. Ezt követően a csoportos táncba bekapcsolódtak a vendég érdeklődők is, és megtanulhatták a szalsza alaplépéseit. Kubai szalsza és a szalsza között van különbség, ami azt jelenti, hogy a kubai szalsza a szalszán belül egy önálló saját műfaj. Nyilván a nevéből eredi, hogy Kubából származik. Ennek a táncnak az őse egy ilyen kicsit afrikai eredetű szon, és hát ugye egy idő után ez a régi tánc keveredett a karibi térség többi táncával és zenéjével, és aztán szépen lassan kialakult ez a kubai szalsza. Rengetegen űzik a világban, és azért említettem, hogy ez egy külön műfaj, mert létezik egy úgynevezett másfajta szalsza, amit úgy is nevezünk, hogy vonalas szalsza. Az, amit mi táncolunk és mi tanítunk, az a táncolható kategória, gyakorlatilag mindenki a saját szórakoztatására hobbiként csinálja. Gyakorlatilag 2 alaplépés fér be, és hát ezt ilyen gyorsított üzemmódban szépen átvettük. Nagyon ügyes volt a csapat. Eleinte ugye kicsit bátortalanok voltak az emberek, ugye kicsit nyilván a kamera is zavarta őket, meg a fényképek, de aztán szépen lassan, ahogy elindult a zene,
mindenki, még aki eddig is ült, az szépen felállt és becsatlakozott. A kubai képkiállítás Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban március elejéig látható. Tavasszal Szekszárdra, az alkotó szülővárosába utazik tovább a tárlat. Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Tolna megyei téli tárlat Szekszárdon, melynek anyagát a Művészetek Házában mutatták be. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Tolna megyei alkotói és megyéből elszármazott művészek munkáiból zsűri válogatta be azokat a színvonalas alkotásokat, amelyek most a nagy közönség elé tárulhattak. A legkiválóbb műveket díjjal, elismerő oklevéllel értékelték. Számítógépes munkákkal vesz részt 2000 óta a kiállításokon ifjú Koffán Károly grafikus és festőművész. Ez pedig a geometria tanári hivatásának köszönhető. Ekkor kezdett el foglalkozni az illuzionisztikus terek geometriájával. Ebben a témában két alkotása látható itt. Ez a munkám gyakorlatilag már szerepelt egy kiállításon, ahol Bartók 6. vonós négyeset címét kapta, ami némi asszociáció arra, hogy négyesével látunk itt elemeket ismétlődni. Gyakorlatilag ez a térelmélet egészen visszanyúlik a reneszánszkor építészéig, Palladióig, aki a Vicenzai Színházat építette, és benne egy egészen furfangos térhatású díszletet. Meghalt felesége Ciránszky Mária nevében is szeretett volna szólni, akinek két munkája is látható a Szekszárdi Művészetek Házában. Magánéletüknek volt egy válságos időszaka, amely később aztán rendeződött. Akkor csinálta ő azt a munkát, amelyik a tékozló fiú hazatérése. Rettenetesen megrendítő volt számomra, hogy ilyen magas szintű, nemes módon reagált arra a helyzetre, hogy én egyszer elmentem, és visszajöttem, és visszafogadott. A másik a Danaé című kis szobrocska, amely töredékesen maradt fenn, ezt restaurálnia kellett, végül kiöntette bronzba. A grafikus festőművész felesége halála után elhatározta, hogy minden fórumon igyekszik képviselni asszonya művészetét. Könyv István János grafikus művész három alkotása is itt látható, aki a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésben részesült 2022-ben. A most látható képeivel a téli tárlat hangulatához igyekezett igazodni. Egyrészt visszatértem a tusrajzhoz a számítógépes grafika után. Ez is egy apropó és egy újdonság egy ilyen közös bemutatón. Amúgy pedig igen, van konkrét témája. A házam előtt van három nagyon öreg beteg fa, amit többször próbáltam kivetetni, és helyére életvidám és életet szerető, igénylő és bemutató fákat ültetni, de nem kaptam rá engedélyt, mert az zavarná az utcaképet címszóval. Sokáig gyűlölet tárgya volt előttem ez a három fa, mert ez göcsörtök be, ott vergődik előttem. És mivel az idő megy és eltelt közben számtalan év, lassan-lassan kezdtem megszeretni őket, ezeket a gnómokat, én úgy hívom őket, hogy gnómok, és egy kicsit úgy van vele az ember, mint az idő múlásával, hogy a kritikai szellem az egy idő után szeretetbe szelidül, és kezdi megérteni ezeket a betegségeket, ahogyan nálam is a kor változik. A hagyományteremtő Tolna megyei téli tárlaton első alkalommal adták át a Vízpartköz Alapítvány által létrehozott Garai Ákos díjat, amelyet Gáspár Gyula marosvásárhelyi születésű festőművész vehetett át. A művész két különleges technikával készített munkája is látható most a tárlaton. Van ennek egy története, hogy több mint 20 éve egy Lehmann Gyuri nevű borász barátunknál tartunk művésztelepet nyáron, és volt egy olyan év, amikor nagyon rossz volt az idő, és akkor láttam, hogy ott bent beszorultunk a
présházba, és ő meg szűrte a borokat, ugye palackozás előtt átpréselik, átszűrik a bort, hogy tiszta legyen, és akkor rakosgatta ezeket a szűrőpapírokat, és onnan indult el nekem. Tulajdonképpen az előbbi sorozatom az egy borszűrőpapírra készült rajzok voltak, aminek az volt a összefoglaló címe, hogy boros történetek, hát attól volt boros, hogy ugye boros papírra készültek. Na most ez abból következett ez a bor, hogy mindig vörösbort felhasználom víz helyett akvarelezésnél. Továbbá többen vehettek át elismerő oklevelet művészetükért. Ahhoz, hogy a kiállításon részt vehessen valakinek a műve, bizonyos szempontoknak kellett megfelelni, mondja könyvkata, kurátor, Barcsai Díjas festőművész. A korszellem, a helyi identitás volt a kritérium. Több szándék találkozásából jött létre a Tolnamegyei téli tárlat. A Babits Mihály Kulturális Központnak eleve volt egy ilyen szándéka. Én pedig megkerestem a Babits Mihály Kulturális Központot az én szándékommal, most ez a kettő kiállítási szándékommal, amiben hoztam volna általam vezetett művésztelepet, illetve a Magyar Alkotók Országos Egyesületének az anyagát, a Tolnamegyei vonatkozású anyagát. Volt egy ilyen vízióm, hogy szeretnék egy ilyet, és kapura jött gyakorlatilag, összedolgoztunk, és így lett a kettő szándékból egy, és így jött létre ez a tárlat, és szeretnénk folytatni majd triennálé jelleggel. A kurátor saját festményei is feltűnnek az első Tolnamegyei téli tárlaton. Vegyes technikájú művek olajfestményű alap beleaplikált területjelzővel. Férje volt a modellje. Az otthonból született a modellemnek, aki egyben a férjem is, vagy a férjem, aki egyben a modellem is, porckorong műtétje volt, és tette-vette a növényeket, hogy most hogyan férünk el, és akkor ennek az intim, illetve groteszk jellegét próbáltam fokozni ezekkel a biztonsági szallagokkal, hiszen akár ezek a korlátok a saját fejünkbe is vetíthetőek, és az ember, ahogy téblából adott esetben, hogy mit hova menekítsen, vagy hogyan haladjon egyáltalán úgy a napjainkban úgy, hogy közben vigyázzam magára, erre egy ilyen ironikus, kicsit groteszk, de szeretni való reakció. A téli tárlaton több generáció alkotásai láthatók, az egyetemista korosztálytól kezdve a megye legidősebb, illetve nemrég elhunyt művészéig. A kiállítás célja keresztmetszetet adni a megyei kötődésű kortárs képzőművészeti törekvésekből. A színvonalas műveknek a Babits Mihály Kulturális Központ által működtetett Művészetek Háza ad otthont. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!